Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint kezdetben volt, úgy legyen most és örökkön örökké. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, segíts, hogy őszintén meg tudjuk alázni magunkat előtted, és igédben és szent lelked által ragyogtasd föl előttünk a te hasonlíthatatlan nagyságodat. Hadd tudjuk szívünkből énekelni, személyes imádságunként is azt, amit most az ősi zsoltárban együtt elmondtunk neked. Hisszük, hogy egyedül te vagy Isten, hisszük, hogy minden tényleges erő és hatalom nálad van, hisszük azt, hogy te uralkodsz az egész teremtett világon, amit alkottál, és te ura vagy minden népnek, a pogányoknak is. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor nem látszik meg rajtunk az, hogy neked, mint Úrnak engedelmeskedni akarunk. Bocsáss meg, hogy oly sokféleképpen megbántottunk, és folyamatosan megbántunk téged. Ha csak a te parancsaidra gondolunk, csak orcapirulással tudunk előtted leborulni. Bocsáss meg, hogy olyan sokféleképpen tudjuk káromolni a te szent nevedet. Bocsáss meg, hogy olyan ritkán szenteljük meg igazán az Úrnak napját. Bocsáss meg, hogy nem tiszteljük őszintén az öregjeinket. Bocsáss meg, hogy oly sok magzatot meggyilkoltunk. Bocsáss meg, hogy a lopás és házasságtörés már nem is számít bűnnek sokaknak az értékrendjében. Isten, légy irgalmas nékünk bűnösöknek, és segíts el mindnyájunkat oda, hogy ne másokra mutogassunk, hanem a magunk bűneiről tudjunk vallani neked, hogy aztán bocsánatot, feloldozást, szabadulást kaphassunk tőled. Köszönjük, hogy ma is úgy jössz elénk, mint szabadító Isten. Segíts, hogy higgyünk benned, hogy bízzunk benned, hogy ne szégyeljünk megvallani téged, hogy tudjunk álhatatosan könyörögni hozzád. Olyan sokféle nyomorúságunk van. Egyedül te tudod a szükségeinket kielégíteni. Egyedül te tudsz vígasztalást adni azoknak is, akik ezen a héten álltak meg a ravatal mellett. Egyedül te tudsz reménységet adni a csüggedőknek és a kétségbe esetteknek. A te kezedben van a mindennapi kenyerünk, és te végezheted el a csodát, hogy megértsük a nekünk szóló igét, és hogy békesség legyen a szívünkben a bosszúságok között is. Légy irgalmas nekünk, és adj nekünk olyan hitet, hogy tudjunk magasztalni téged a te irgalmasságodért, és láthassuk a te csodáidat. Segítsünk most igazán rád figyelni, te pedig szólj hozzánk, gyógyítsd, bátorítsd, erősítsd az életünket. Jézus érdeméért kérünk. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a Krónika második könyve 20. részének 20-tól 22-ig terjedő verseiből olvasom. A Krónikák második könyve 20. részének 20. és következő verseiben így szól Isten igéje. És reggel felkészülvén kimentek a Tékoa pusztájába, és amikor elindultak onnan, megállt Jozafát, és ezt mondta. Halljátok meg szavamat, Júda és Jeruzsálemben lakozók! Bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és megerősítettek. Bízzatok az ő profétáiban, és szerencsések lesztek. Tanácsot tartván azért a néppel, előre állította az Úr énekeseit, hogy dicsérjék a szentség ékességét, a sereg előtt menvén, és mondják ezt, tiszteljétek az Urat, mert örökké való az ő irgalma. És amint elkezdték az éneklést és a dicséretet, az Úr ellenséget támasztott az Ammon fiai, a Moábiták és a Szeir hegyén lakozók ellen, akik Júdára jöttek, és megverettettek.
Talán joggal kérdezhetné valaki, hogy éppen egy ilyen napon kell nekünk énekelgetnünk. Mert rendben van, hogy kantáte vasárnapja van, ez minden évben május második vasárnapja, de ma a választások napja is van, és nagyon sok ember tele van feszültséggel, hogy mi lesz ennek az eredménye. A hívők közül sokan hűségesen imádkoznak, hogy Isten legyen irgalmas nekünk, és sajnos vannak sokan, akik teljesen közömbösek, már ettől sem remélnek semmit. Vajon helyes az, hogy éppen egy ilyen sorsdöntő napon énekelgetünk? Attól függ, hogy hogyan énekelgetünk. Éppen erről szól a mai igénk. Mert amit olvastunk, az is egy sorsdöntő napnak a történetéből vett részlet. Az időszámításunk előtti 9. században, amikor Jozafát volt király a kicsi Júda országában, váratlanul nagy ellenség támadta meg ezt a népet. Még arra sem maradt ideje a királynak és az illetékeseknek, hogy felkészüljenek a védelemre, és úgyis reménytelen lett volna mindenféle védekezés, olyan aránytalanul sokan voltak az ellenség soraiban. Akkor küldött Isten egy prófétát, aki azt mondta, hogy ne féljetek, hanem menjetek ki ide és ide, olvastuk a földrajzi helyet, és nézzétek, hogyan szabadít meg titeket Isten. Ez nagyon furcsa parancs volt. Ehhez hinni kellett, hogy komolyan vegyék Isten szavát. Viszont tudta Jozafát és sokan mások is, hogy az egész nép jövője függ ennek az ütközetnek a kimenetelétől. De miféle ütközet lesz ez, amit Isten maga vív meg, amit ők csak nézni fognak. Akkor került sor arra, hogy Jozafát ezt a különös csatarendet állította föl. Az énekes lévitákat állította legelőre, akik ünneplő ruhában dicsőítették Istent, és magasztalták őt azért, mert örökké való az ő kegyelme. És azt olvastuk, hogy amikor elkezdték az éneklést, az Úr lázadókat támasztott az ellenség soraiból, ezek egymásnak estek, és lekaszabolták egymást. És Isten népe valóban csak nézte, hogy mi történik ott. Így menekültek meg, és így kaptak győzelmet. Azért menekültek meg, mert énekeltek? Biztos, hogy nem. Mégis kitűnik ebből, hogy sokkal nagyobb jelentősége volt ennek a fajta éneklésnek és Isten dicsőítésnek, mint ahogy azt általában gondoljuk. Jozafát minden túlzás nélkül egyenesen fegyvernek tekintette ezt, és fegyverként használta. Ezért állította előre az énekeseket, mint fegyvereseket. És utána jött a nép. Ahhoz, hogy ennek a jelentőségét megértsük, az egész történetet magunk előtt kell látni. Most nem mondom el az egészet, csak a lépéseket, ahogy követték az események egymást. Amikor megérkezett a szörnyű hír, hogy óriási létszámú ellenség közeledik, teljesen váratlanul, Jozafát összehívta a népet a templomba, országos böjtöt rendelt el, ő maga pedig odaállt a nép elé, és elmondott egy megrendítő imádságot. Tessék elolvasni délután otthon, mára nagyon időszerű ez az ő imádsága. És akinek a hite diktálja, mondja el ma, akár a maga szavaival, akár a Bibliában olvasható szavakkal ezt az imádságot. Ebben az imádságban először is megvallja, hogy kinek hiszi ő Istent. Ilyeneket mond, hogy egyedül te vagy Isten, te uralkodsz a pogányokon is, minden ország fölött úr vagy te. A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sincs, aki ellened megállhatna. Nyilván nem Istennek volt szüksége arra, hogy ezt Jozafát elmondja neki. Az imádkozó embernek van szüksége arra, hogy újra és újra a saját hitetlenségével szemben emlékeztesse magát Isten kijelentésére. Kihez imádkozik most?
Először tehát elhangzik egy ilyen egyértelmű, bátor hitvallás. Ott nyilvánosan, hangosan, mások előtt. Hívők, hitetlenek, nem szégyelli a hitét. Megvallja, kicsoda Isten. Másodszor elsorolja Isten nagy tetteit, amiket eddig már megtapasztaltak, vagy hallottak az ősöktől, és egyben emlékezteti Istent az ő ígéretére, hogy megígérte, hogy az ő népe mindvégig azon a földön fog lakni, tehát ez az ellenség most nem eberudalhatja ki onnan őket. Erre megint nem Istennek volt szüksége, hanem az imádkozónak. Tudnia kell, hogy mi minden cselekedett már eddig Isten, hogy Isten cselekszik. Tehát nem az a vita téma, hogy van vagy nincs, hanem az, hogy számítunk-e a jövőben is arra, hogy ő ugyanolyanokat tud cselekedni, mint eddig. Ezért az ígéreteihez érkezik meg, hogy mit ígértél. Harmadszor megrendítő őszinteséggel bevallja, hogy Uram, mi teljesen tehetetlenek vagyunk. Semmit nem tudunk csinálni. Nincsen erőnk ilyen túlerővel szemben, és nem tudjuk, mit kelljen cselekednünk. Vessző, de a mi szemeink tere jád néznek. Vagyis tőled várjuk, hogy te cselekedjél. Mi itt most hiába hitegetnénk magunkat, vagy kapkodnánk szövetséges után, vagy csiszolgatnánk a fegyvereket, nincs idő semmire. És egyébként is reménytelen a helyzet. És mégis van reménységünk, mert nem csak az ellenségre nézünk, nem csak a magunk tehetetlenségére, hanem tere jád. Akiről az előbb már megvallottuk, hogy minden népnek ura vagy, minden erő a te kezedben vagy, cselekvő Isten vagy, irgalmas Isten vagy, ezért adja parancsba az énekeseknek, hogy tessék az Isten irgalmasságát magasztalni és azt hirdetni. Tehát harmadszor bevallja a tehetetlenségét és azt, hogy Istenben bíznak és tőle válnak mindent. El tudom képzelni, milyen döbbent csendben hallgathatta ezt a nagy sokaság. És ebben a csendben megszólal valaki. Mindenki arra néz, nem ismerik. Egy ismeretlen férfi, akit ott Isten szent lelke betöltött, és Isten igét hirdettet vele. És azt mondja ez az ismeretlen valaki, így szól az Úr most hozzánk. Ne féljetek és ne rettegjetek a nagy sokaságtól, mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. Holnap szálljatok szembe velük, ők a Cíc hágóján fognak felmenni, ott megtaláljátok őket a völgynek szélén. De nem kell nektek harcolnotok, csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok. Ne féljetek és ne rettegjetek, holnap menjetek ellenük, mert az Úr veletek lesz. És a befejezés, ezek az emberek ezt elhitték. Nem kezdtek okoskodni, hogy biztos-e, hogy ez Isten szava, kicsoda ez az ember, hogyan gondolja ezt az Úr, miért küld oda ki minket, hogyha ő akar szabadulást adni? Ezek tipikusan ránk jellemző okoskodó kérdések. Amikor az ember, aki lehet, hogy magát hívőnek tartja, de mégis ott lábatlankodik a cselekvő Isten előtt, a maga hitetlenségével, kételyeivel, okoskodásával, fontoskodásával, vagy beképzeltségével és gőgjével és aggodalmaskodásával, ahelyett, hogy tenné azt, amit Isten mondott. Mit mondott Isten? Menjetek ki oda, ez nagyon kockázatos dolog volt, szinte fegyvertelenül kivonulni, oda, ahol elvonul az ellenség, ahol ő ellenük vonul föl az ellenség, menjetek csak oda, és nézzétek, hogy mit cselekszik az Úr. De mit fog cselekedni? Majd meglátjátok ott akkor. Nem lehetne előre tudni? Nem lehet előre tudni. Annyit lehet előre tudni, amennyit ő előre megmondott. Aki ezt hiszi, az hívő. Aki ebben kételkedik, az nem lát csodákat. A hitüket vizsgáztatja itt Isten. És Isten valóban cselekszik. És adja azt a csodálatos szabadulást, amiről olvastunk. Én azt hiszem, testvérek, hogyha most ez az egész nap csendes nap lenne, ahol mindenki elmondhat egy, vagy legfőjebb két olyan szorongató problémát, ami a személyes életében most megterheli, egész estig tudnánk mondani. Ha csak a személyeseket és a családiakat sorolnánk, akkor is nagyon sok lenne. De azért sokunknak fontos az is, hogy mi van az egyházban, és az is nyomasztó. És mi van az országban, és az még nyomasztóbb. És mi lesz az emberiséggel,
és aki megpróbál néha emberiség méretekben gondolkozni, vagy olyan információk jutnak el hozzá, úgy érzi, hogy minden oka megvan a kétségbeesése. Vajon ebben a szorongatott helyzetben van-e annyi bátorságunk, hogy ráhelyezkedünk erre az alapra, és megpróbáljuk a hitnek ezt a magatartását. Mert ezek az énekesek itt nem szórakoztatni akarták a hallgatóságot, és nem szerepelni akartak a közönség előtt, hanem ezek az énekesek annak a közösségnek egy része voltak, akik az egész közösség hitvallását és vágyát voltak hivatva kimondani, és amit mondtak, az hitvallás volt, az a maguk és a többiek hitének a megerősítését szolgálta, és mindenek fölött az egyedül élő igaz Isten dicsőségét. És így vált ez az éneklés fegyverré. És így válaszolt erre Isten szabadítással. Mert a hitnek a gesztusa mindig ez, hogy bízom Istenben a reménytelen helyzetekben is, és bízom abban, hogy ő igazat mondott. Bízom benne személyesen, és igaznak tartom az ő kijelentett igéjét, ami itt van a Bibliában előttünk. Ez a hitnek a gesztusa. Lehet, hogy támadnak a szívemben kételyek, a fejemben okoskodások, de akkor is elmondom, hogy hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Mert sosem volt így rászorulva, sem élő, sem halott. A saját hitetlenségünkkel szemben van-e bátorságunk dönteni mindig a hit mellett? Isten kijelentett igéje mellett. Ez a hitnek a szép harca. És erre hív föl minket Isten igéje. Természetesen így imádkozni csak Isten újjászületett gyermekei tudnak. Kiáltani a bajban mindenki tud, és Istennek az is kedves. Van ilyen is, hogy kiáltásom halld meg Isten, messze földől, nagy ínségből kiáltom felségedet. De az imádságot fegyverként használni, az Istenbe vetett bizalmat minden hitetlenséggel szemben így megvallani, az Isten irgalmában reménykedni csak azt tud, aki már ismeri az irgalmas Istent, aki már elfogadta az Isten irgalmát, aki már tudott összetörve sírni a bűnei miatt, és örvendezve dicsőíteni őt a bűnbocsánatért, azt tudja magát, a szeretteit, a népét erre az Istenre békességgel rábízni. Az érti ezt, hogy néha nincs más feladat, csak az, hogy nézzétek, hogyan ad szabadítást az Isten. Mert a nagy szabadítást is így kaptuk meg. Mert mi semmit nem tettünk azért, hogy Istentől bűnbocsánatot és örök életet kapjunk. Azért egyedül mindent Jézus Krisztus tett meg. Akinek ez személyes élménye márt, annak a szívében fakad föl ez a dicséretmondás. De vajon fölfakad-e azoknak a szívükben? És vajon tudjuk-e és akarjuk-e így dicsőíteni Istent? És így tenni azt, amit ő mond. Ezek az emberek itt nem tudták a népüket megmenteni. Ma is hangzanak ilyen nagyképű szólamok. Mentsük meg a népünket. Hogyan? Mit tehetünk azért? A hívőknek ezt kellene tenniük. Így imádkozni, ahogy itt arra példa van, és közben megtenni azt, amit Isten mond. Nem hősködni, hanem engedelmeskedni, az nehezebb. Amit itt Isten mondott nekik. Ez egy egyszerű, és mégis nagyon nehéz dolog volt. Menjetek ki oda, ahol fölvonul az ellenség. Gondoljunk bele. És másnap fölkelkednek, Jozafát még egy nagyon fontos mondatot mond nekik, amikor elindulnak. Bízzatok az Úrban a ti istenetekben, és megerősítettek, bízzatok az ő profétáiban, és szerencsések lesztek. És mennek. Mit jelent ez ma egy hívő embernek? Azt, hogy hűségesen imádkozik ma is a mi népünk jövőjéért, és feltétlenül elmegy szavazni. Ezt jelenti. Ma például. És felelősen, Istenre figyelve teszi mindezt. És nem csak ma imádkozik a népünkért, hanem minden nap imádkozik. Naponta többször is. Mert állandó kapcsolatban van azzal az Istennel, aki ma is úr a pogányok fölött is, akié minden erő és hatalom, és aki nem nézi közömbösen a mi jövőnket sem,
mert ő irgalmas Isten. Ezért dicsőíthetjük őt az ő irgalmáért. Minden ilyen helyzetben vizsgázik a hívő néphite. Mer-e bízni Istenben, és tud-e, akar-e vajon így imádkozni. És akkor nem csak alkalmilag, a szorultság idején kiállt Istenhez, hanem az egész élete egyetlen Isten dicsőítő énekké válik. Mert aki azt cselekszi, ami Isten akarata, az dicsőíti őt. Isten segítsen el mindnyájunkat ide, hogy ez a dicséret mondás hangozzék föl az életünkben, és így tudjuk tényleg ő rábízni a személyes, nyomasztó problémáinkat is, a családiakat is, az egyháziakat is, az országosakat is, és ennek az egész emberiségnek a jövőjét is. Mert minden okunk megvan arra, hogy énekeljük, áldjátok az Urat, mert nagy az ő irgalma. Imádkozzunk. Istenünk, bocsásd meg, hogy olyan sokszor éppen ezt vonjuk kétségbe. Nem csak a te létedet kérdőjelezzük meg, mi, akiket te alkottál, hanem azt is, hogy vajon van-e elég erőd, van-e elég bölcsességed megoldani nehéz kérdéseket, vajon te győzelmesen tudsz-e kikerülni harcokból, bocsásd meg, hogy olyan kicsinek látunk mi. Kérünk, hogy hadd ragyogjon fel előttünk a te dicsőséged, és hadd tapasztaljuk meg mindnyájan egészen személyesen, hogy valóban az égig él a te irgalmad, és a felhőkig a te hűséged. Köszönjük, hogy ezzel a reménységgel bízhatjuk reád, ami egész jövőnket, személyesen is, meg népünkét is. Köszönjük, hogy így tarthatjuk a mi kezeinket, hogy ajándékozz meg minket mindazzal, amire szükségünk van. Olyan sok minden nélkül szűkölködünk. Segíts, hogy őszintén megalázzuk magunkat. Segíts, hogy igaz legyen, amikor megvalljuk, hogy te nagy vagy és dicsőséges. Segíts, hogy becsületesen beismerjük tehetetlenségünket. De merjük folytatni a mondatot, hogy a mi szemeink teljád néznek, és egyedül tőled várunk mindent. Így hozzuk most eléd mindnyájan, ami személyesen nyomaszt. Így könyörgünk hozzád közösségeinkért, amikben élünk. Kérünk, hogy szégyenítsd meg a mi kicsi hitünket, és dicsőítsd meg magad életünkben. És segíts most ebben a csendben is téged imádni. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon néked békességet. Amen.